Mint az már ismert, az első osztályú labdarúgó bajnokságból az idei szezonban is minden pénteken mérkőzést láthatnak itt a Duna Televízióban, és most már az is biztos, hogy más tradicionális sportágak is képernyőre kerülnek a jövőben. A fontos események összefoglalóit természetesen a Duna Televízióban is megtekinthetik majd. A televíziós ajánlatok közül a legbiztonságosabb, a legjobb és a leghosszabb időre szóló szerződést írták alá, ráadásul a tradicionális magyar csapatsportok majd mindegyike. Így egy csatornán nézhetik majd a kézi, kosár és vízilabda, a jégkorong és az amatőr ökölvívó eseményeket 2012. december 31-éig. Óriási hangulatú meccsek vannak ma már Magyarországon, most hogyha csak ezekről a sportákról beszélünk, akik itt ültek az asztalnál, akár kosárlabda, akár kézilabda, akár vízilabda. Én állítom, hogy a nemzet megmentéséhez alapvető követelmény lesz az, hogy az elkövetkezendő generációk egész kisgyerekkortól a sportra való nevelésbe tudjanak részesülni. Sokkal jobb, ha többen látják, hiszen egy reklám is, meg a egyének teljesítménye is egy kicsit jobbá válik. A szűk családom, aki nem ott lakik, ahol én, ők akkor felhívnak és azt mondják, hogy láttunk a tévébe. Inkább ez a jobb érzés, mint az, hogy megismernek a városban vagy az utcán.